Szerencsétlen gyerek! Üdvözlünk a Vacsmondzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legrosszabb dolgot hoztuk el nektek, ami Buttersnál valaha történt a South Parkban. Everyone knows it's Butters! Well, that's me! Ezen a listán a legszörnyűbb eseményeket gyűjtöttük össze, amiket a South Park legoptimistább és legszerencsétlenebb lakosa, Leopold Stotch, azaz Butters szenvedett el. Most pedig figyeljetek, vagy nektek is jár a szobafogság. I'm crying for looking stupid in my school picture. But dude, you gotta see, it's hysterical! Butters can't come out and play, boys. He thinks it's funny to look like a jackass in his school pictures that I have to pay for. Tizedik. Zaklatja a saját nagymamája. Butters egy édes kölyök, csak a családja lett ilyen savanyú. What's up? Huh? You think you're tough, huh? I just don't want you to pick on me no more, Grandma. Az kérdéses, hogy melyik családtagja a legrosszabb, de az biztosan a nagymamája élvezi legjobban a szenvedését. Ugyan külsőre egy törődő nagyinak hat, de Stotch nagymama verbálisan és fizikailag is bántalmazza unokáját, amikor senki sem figyel. No, Grandma, knock it off! No, stop it! Put it in your mouth. A kínzás sok dolgot jelenthet, van, hogy elveszi Butters uzsonna pénzét, és van, hogy gumikukacokat ad neki enni. Még Chaos professzor sem ellenfel neki. Miután lezúzza Dr. Ost, Butters összegyűjti bátorságát, hogy konfrontálódjon a nagyival. Bármilyen fájdalmasok is a szavai, még így is törődik vele és sajnálja őt, hiába üres belül, és hiába fog hamarosan meghalni. Hihetetlen, hogy még ilyenkor is ilyen kedves tud lenni Butters. And when you're laying in that hospital bed, with tubes up your nose, and that little pan under your butt to pee in, I'll come visit you. I'll come just to show you that I'm still alive and I'm still happy. And you'll die. Being nothing but you. 9. Kezelés kap, mert szellemeket lát. Butters már ismeri a járást a kórházban, volt már ott kritikus állapotban, miután Trent Boyett elbánt vele. What happened to him, doctor? From the test results, it would appear your child was tortured by a bully. He received a massive snuggie. His underwear pulled up so high it nearly killed him. Viszont a legszörnyűbb kórházi tapasztalata a Dili házban volt, miután elhitették vele, hogy Cartman szellem és csak ő láthatja. Butters komoly kezeléseknek teszik ki, hogy kiderítsék, volt-e valami korábbi traumája. Ironikus módon a kezeléstől romlik valójában a helyzete, és rosszabb állapotban lesz, mint azelőtt volt. Hogy a végére járjanak, még anális behatolást is végeznek rajta. Mivel nem vagyunk orvosok, így nem állíthatjuk bizonyossággal, de szerintünk az ember agya és feneke között nincsen kapcsolat. Butters. Don't worry, Butters. I'm gonna get you out of here. Please leave me alone, Eric. My bottom is really sore. Cartman pedig csak tovább ront a helyzeten azzal, hogy továbbra is kísérti Butterst egészen addig, amíg ki nem derül, hogy él. You told me I was a ghost! But I thought you were one! How stupid are you? 8. Elhagyják Paris Hiltonnak a szülei. Többnyire Butters szülei okozzák a bal szerencséjét. You are grounded, mister! I'm sorry. A sok szörnyűség közül, amit a fiúkkal műveltek, ez az egyik legbizarrabb. Amikor meglátják fiúkat macinak öltözve Paris Hiltonnal, Stephen és Linda szokásukhoz híven szobafogságot adnak Buttersnek. Viszont megváltoztatják a hozzáállásukat, amikor ráébrednek arra, hogy mennyit is ér valójában Paris Hilton, viszont még ők sem adják el a saját gyereküket $250 millió kevesebbért. Well, your offer is enticing. I'm afraid we just can't sell you our son for $200 million. It'll have to be $250 million, cash, up front. Oh, hamburgers! Amikor rájön, hogy mi történt Paris többi kisállatával, akkor Butters futásnak ered. Az alkú így semmissé válik, és Paris új kis kedvencre lel, Mr. Furkó személyében, de még így is szobafogságot kap Butters. Well, Butters, I hope you're happy! I'm a bad bear. I'm a very bad old bear. You're a grounded old bear. 7. Kötelező híznia. Kenny annó szinte minden részben meghalt, és amikor egy időre állandó volt ez a halál nála, a 6. évadban Butters vette át átmenetileg a helyét a csapatban, és rengeteg veszélyes helyzetbe keveredett. That's my whole point. First we fatten him up, then we make the deal with CityWalk, then take the weight back off. Kezdésként egészségtelenül felhízlalják őt, hogy gyorsan pénzhez jussanak. Amikor Butters nem képes elég gyorsan leadni a súlyt, akkor egy veszélyes és illegális maszek zsírleszívást hajtanak végre rajta a nappaliban. A műtét közben otthagyják őt az úgynevezett barátai, majd a szülei még le is tolják és nem segítenek neki, annak ellenére, hogy láthatólag rosszul van. Don't you give us that look, young man, you're gonna get it! Viszont ezzel még nincs vége. Cartman később Butters utánozva felhívja a szülei telefonon, ami miatt még egy csúnya verést is elszenved, de legalább azt már képernyőn kívül. Hi, mom and dad! Don't you hi, mom and dad, us, you little punk! Oh, dad! You don't even know the trouble you're in, mister! What I do? Do you think you're tough now? Answer me! 6. Elküldik egy megtérítő táborba.
Egy sor félreértés közepette Stephen azon kapja fiát, aki nincs tisztában azzal, hogy mi is történik, hogy éppen Cartman nemi szerve tart a szájába. Oh my God, my only son reduced to this! Ugyan Stephen maga is kísérletezgetett, de végül úgy dönt, hogy elküldi fiát egy terápiás táborba biszexuális fiúknak. Ott pedig minél többször mondogatják Bettersnek, hogy össze van zavarodva, annál jobban összezavarodik. What's wrong? This is what makes you confused! Don't you get it? This is confusing you right now, isn't it? Yes, it's all very confusing! Bármennyire is rosszul érezzük magunkat Butters miatt a részben, azért pajtásának, Bradleynek még rosszabb, illetve a többi táborbeli elnyomottnak. Ugyan Butters nem érti teljesen, hogy mi történik, azért mond egy felemelő beszédet, ami megmutatja Bradleynek és önmagának is, hogy fontos elfogadni önmagunkat, és hogy a táborvezetők vannak valójában összezavarodva. You know what I think? I think maybe you're the ones who are confused. Yeah. I'm not gonna be confused anymore just because you say I should be. My name is Butters. I'm 8 years old, I'm blood type O, and I'm bi-curious. 5. El kell játszani a halálát. Ahhoz, hogy bejussanak Heidi ottalvos buliára, az egyik fiúnak el kell játszani a halálát, hogy lánynak álcázhassa magát. One of us is going to have to go undercover. Show up in school tomorrow disguised as the new girl who just moved to town. Mivel Kenny hal meg állandóan, így ő lenne a természetes választás, viszont Butters húzza a rövidebbet. Ahogy egy magas épület tetején áll a fiú, a helyzetén csak rontanak a szülei, akik azt ígérik, hogy lejöhet, de ezért csak egy pár hét szobafogságot fog kapni. Butters! Butters, whatever's troubling you, this isn't the answer! Look at all these people who've come out for you! Just come down now, son, and we promise we won't ground you for more than a couple weeks! Bármilyen szörnyűek is a szülei, azért összetöri a szívüket, ahogy a Butters helyettesítő malasztetem földet ér. A gyász miatt megpróbálják feléleszteni Butters kedvencek temetője stílusban, amikor azonban a fiú épségben és egészségesen megjelenik, azt hiszik, hogy egy szörnyet teremtettek, és leláncolják őt a pincében. Can I please just have something to eat? Well, I'm pretty hungry. It's hungry. Yes, it must feed. 4. Elhitetik vele, hogy világvége van. A szüleim mellett a legtöbb problémát Cartman okozza Buttersnek. We gotta find a bomb shelter! Where is there a bomb shelter? Stand Uncle Jimbo! He has a bomb shelter in his backyard! Come on, Butters, hurry! Hogy átvehesse Butters helyét Kai szülinapi bulián, Cartman átejti a fiút, miszerint egy meteor készül becsapódni a földbe, és muszáj az óvóhelyre menniük. Cartmannek hosszabban kell fenntartania ezt a látszatot, mint remélte, és tovább szivatja őt, hogy a világ véget ért, és mindenki, akit szeretett, halott. Butters! Butters! Oh God, it was horrible! What happened? The meteor struck the earth sooner than I predicted. There was no time. Eközben Butters szülei és a város lakói teljes pánikban vannak. Amikor Butters rájön, hogy mi is történt, az arckifejezése egyszerre a legviccesebb és a legszomorúbb dolog, amit valaha láttunk. Town is right over there, everybody is fine, and I think they've been looking for you for over a week. Megismételjük, Cartman mindezt azért tette, hogy elmehessen egy étterembe. Was it worth it? Totally. 3. A steptánc trauma. Áldozatnak lenni nehéz, viszont egészen más tészta, hogyha te sebesítesz meg másokat. Ebben az epizódban megtudjuk, hogy milyen traumatikus élmény volt Buttersnek, amikor steptáncos bajnokként balesetet okozott. A tragédiát követően megfogadta, hogy soha többé nem táncol. Az ominózus eseményen előadás közben lerepült az egyik cipője és egy brutális balesetet eredményezett, ami 8 életet követelt. Pontosabban 11-et, ha nagyon precízek akarunk lenni. Évekig tartó bűntudata volt, majd meggyőzték, hogy legyen bátor, és végre ismét felvette a stepcipőit. Majd mi történik pillanatokon belül? A történelem megismétli önmagát, és a teljes rivális csapat odavész. A jó hír viszont, hogy így South Park csapata nyer automatikusan. A rossz hír pedig az, hogy még komolyabban megrecsenette a Butters. That means the winner is the South Park Diggities! Yeah! All right! We did it! 2. Dobócsillag kerül a szemébe. Normál esetben Kenny lenne az, aki kapna egy dobócsillagot a szemébe. Ebben a részben viszont pont Kenny dobja ezt a fegyvert a fiú arcába, aki csodával határos módon túléli, és még csak meg sem vakul, de kegyetlen fájdalmakat kell kiállnia. Ez már magában is durva, viszont a fiúk még kieszelnek egy pocsék tervet is, hogy megússzák a bajt és beöltöztetik Butters kutyának. Bármilyen hihetetlen is, minden szakember a városban elhiszi róla, hogy valójában egy ebb. Right over here. Good dog, come on. There you go, right in there. Good dog. Bár mit is vártunk azoktól, akik nem tudnak megkülönböztetni egy fiút egy mókustól? The giant squirrel, which was picked up last week by animal control, apparently now thinks it's a person. Senkit nem büntetnek meg, amiért bántják Butterst, viszont Cartmannek felelnie kell a ruha problémája miatt.
You see the damage you've caused, Eric Cartman? What were you thinking? I told you it was a wardrobe malfunction. Félelmetes belegondolni, de volt egy dolog, ami még ezeknél is durvább volt. Lássuk, mi volt a legszörnyűbb, ami Leopold Butters Tocsal történt. De előtte azért még következzen pár vigasdíjas. Oh god, that's terrible. Jesus. Yeah, no, I'm telling you, Tracy, it's the greatest thing ever. I'm getting all my Twitter and Instagram comments on paper, and the nasty mean stuff all gets edited out. Here it goes. Good morning, fellas. All set to go skiing? What's so funny? Oh, no! No, 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 no! Okay, thank you, Butters. Very nice. Short and sweet. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis harangombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első, hagyja az anyja, hogy megfulladjon. Butters első önálló epizódja egyben a legsötétebb is. Butters tragikus életére korábban is utaltak már, viszont itt egészen új és sötét vizekre vezünk. Inspector Butters gets all the facts. I even got some neato pictures. Amikor Linda Ryan, hogy Stephen, aki eredetileg Chris, egy melegfürdőt látogat, a zavarodott feleség meg akarja ölni magát. Viszont nem akarja gyermekét anya nélkül hagyni, ezért az egyetlen logikus dolgot teszi, és egy süllyedő autóba hagyja a fiát. I'm going to get out of the car now, Butters. I want you to stay put with your seatbelt fastened. Oh, well, all right, Mom. Okay, then. You know, I think the car might be moving, Mom. Ugyan Butters túléli az incidenst, és Linda hamar megbánja a tettét, nem változtat a tényen, hogy megpróbálta megölni a saját fiát. Még azután sincsenek következmények, hogy a tévében nyilatkozik erről. Az biztos, hogy South Parkban vannak a legrosszabb gyermekvédelmisek. I was going to gay movie in bathhouses and having sex with random men who were complete strangers. Yeah, wait, what? And when I found out, I went crazy. I went crazy and I drove my son into the lake to kill him. Kill me? Jesus Christ! Ti milyen Butters-szel kapcsolatos szörnyűségekről tudtok még? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!